Paprikától, paradicsomtól és hagymától illatozott Dombóvár központja szeptember utolsó előtti hétvégéjén. Az idősebbek nosztalgiáztak is, hisz az 1900-as évek őszén a konzervgyár árasztotta el lecsó illattal a várost. Ezúttal 25 főzőcsapat mérte össze a tudását a Dőri Lecsó Fesztiválon. Az idén újra gondoltuk a Lecsó Fesztivált. Az elmúlt években, közel most már 10 éve a Dőri Lecsó Fesztivál megnagyítsanak előtt Gunaras gyógyfürdőben. 2020-ban a pandémiára volt tekintettel, ez az esemény elmaradt, nem egyedülálló, sajnos. Az idejében a civil tanácsra bíztuk ezt a feladatot, és a civil tanács, illetve sporttanács szervezésében a helyi civil szervezetek, intézmények, vállalkozók és egyéb olyanok, akik közéleti szerepre alkalmasak és felvállalják, azokat hívtuk meg. Ez egy meghívásos esemény a mai. A 40 meghívottból 25-en jelentkeztek, és úgy látom, hogy jól érzik magukat, és készülnek a jobb-nárobb lecsók. Tekintett arra, hogy a 19. század óta a Dombváron ugye működött a konzervgyár, a Dőriék által, a lecsófőzésnek megvan a hagyománya, hiszen üvegben tudták megvásárolni azt a lecsót az emberek, amelyek Dombaváron készült. Én remélem, hogy az idén többféle lecsó fog készülni. Nagy izgalommal várja a zsűrit, hogy mit kell megkóstolniuk, és hiszem, hogy ez a múzeumkert, ahol most állunk, megfelelő és méltó helyszín, hogy ebből hagyományt teremtve jövőre is itt tudjuk megrendezni a Lecsó Fesztivált. A zsűri szakmai felkészítésében részt vettem, és meghallgattam, hogy fognak dolgozni. Az íz szint, az állagot, az összhatás és a tálalás fogják figyelembe venni. A zsűri a munkáját folyamatosan végzi, hiszen nem úgy kell, mint ahogy általában a főzőversenyek, hogy a végén mind a 25 mintát leadják egyszerre egy helyre, hanem ők folyamatosan dolgoznak, és amelyik csapat úgy gondolja, hogy ő elkészült, felemeli a kezét, a zsűri oda megy és lepontozza az általuk készített lecsót. A legfontosabb az, hogy az emberek jól érezzék magukat, és ami ennél is sokkal fontosabb, hogy az időjárás kedvezzen, hiszen ragyogó napsütésbe érkeztünk, szép őszi nap volt, most pedig borongosra változott az idő. Néhány csepp eső is már leesett, de remélem, hogy a délután folyamán elkerül minket a rossz idő, és 6 óráig azokat a dolgokat, amelyeket elterveztünk, végre tudjuk hajtani, és mindenki élménnyel távozik haza. A munkamegosztás változó volt. Asszonyok és férfiak szelték a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, azaz a lecsónak valót. Ezek az alaphozzávalók, melyet az önkormányzat biztosított a főzéshez, de voltak, akik megcsavarták egy kicsit, és cukkinivel, csülökkel, vagy éppen húsgombóccal gazdagították. Volt ki bográcsban főzte, és volt ki tárcsán sütötte a lecsót. A Dombovári Vállalkozói Egyesület és a Dombovári Gazdakör közös bográccsal készült. Mi sokszor együttműködünk egymással, nem csak ilyen rendezvények alkalmával, hanem más szakmai rendezvények kapcsán is. A mai napon is együtt tevékenykedünk, de kétféle lecsóval fogunk részt venni a rendezvényen, vagyis hát a bírálaton. Lesz egy hagyományos lecsónk, egy ilyen kolbászos, tojásos verzió, a másik pedig egy ilyen kicsit kuriózum jellegű, az kacsamájjal fog készülni. Hát meglátjuk, hogy mennyire leszünk eredményesek. Férfi szakaszra inkább az alapanyagbeszerzés és a helyszínre szállítása dolgoknak volt a feladat, a hölgyek pedig a főzésben tevékenykednek inkább aktívan, és mai nap annyiból is jó, hogy következő héten, 23-án lesz egy közös műfázas rendezvényünk, ahol hát több előadó meghívásra került. Annak a dolgait meg most itt főzés közben tudjuk még egyeztetni, meg megbeszélni, úgyhogy duplán hasznos nekünk ez a mai nap. Ugye én már sokszor elmondtam azt, hogy Dombaváron az elmúlt két évig nem nagyon volt aktív a civil élet, főleg a gazdasági szférában nem. Két éve alakítottuk meg mind a két egyesületünket, és hát eddig sajnos a pandémia miatt kevés olyan alkalom volt, amikor tudtunk volna kicsit kötetlenebbül együtt lenni, és hát most örültünk ennek a lehetőségnek. Most még szép az idő is, meg minden más is lehetővé teszi az együttlétet. Hát majd ki tudja, hogy mi következik októbertől. Az Élet van a családos egyesület idén alakult. Tagjai örömmel jöttek lecsót főzni. Két csapatuk is indult, hiszen kamaszokból is verpuválódott egy önálló fiatal társaság.
Először csak csoportként működtünk, a Nagy Családosok Országos Egyesületének a helyi csoportja voltunk, és május 4-én már egyesületként jegyeztek be minket. 55 tagcsaládunk van, és azzal a céllal jöttünk létre, hogy itt a helyi és környékbeli nagycsaládosokat összefogjuk, hagyományteremtő szándékkal különböző rendezvényeket szervezzünk számukra, és a gyerekeket, fiatalokat támogassuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a családjaink minél többször találkozzanak, hiszen ez a pandémia helyzet miatt csak ritkán adódott meg eddig nekünk, és hogy mutassuk meg a fiataloknak azt, hogy mennyire jól lehet együttműködni, mennyire jó nekünk együtt lenni és megismerkedni a város többi szervezetével, intézményekkel kapcsolatot építeni, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kamasz gyerekeink egy külön lecsófőző csapattal indultak itt a mai napon, tehát az egyesület két csapattal is képviselteti magát, és azt mondták a tagok, hogy a mi lecsónk receptje az szakmai titok. Gondolom, hogy paprika, paradicsom, hagyma, tehát az alap azért az benne van. Igen, a szívünk, lelkünk, és a mi anyukák készítjük elő, és az apukák teszik a tűzre. Úgyhogy ez lesz a titka. Jó, látom, a fiatalok is nagyon sürögnek, forognak már, esetleg tőletek elestek valamit, kértek tanácsot tőletek? Nem, teljesen egyedül készültek, azt mondták, hogy olasz típusú lecsót fognak főzni. Igazából mi úgy döntöttünk, hogy ezzel az Életfa Nagy Családos Egyesülettel a kamaszokkal elindulunk ezen a versenyen. Hát, hogyha minden igaz, akkor finom lecsót szeretnénk, és reméljük, hogy benne leszünk az első háromba. A csapatot viszonylag könnyű volt összehozni, mert nagyon sokan vagyunk ebben az egyesületben, és csináltunk egy csoportot, mindent megbeszéltünk, hogy ki mit hoz, és így állt össze a kis csapat. Minden úgy megy, ahogy van egy receptünk, aztán majd néha-néha belecsempészünk valami olyat, ami majd különleges lesz. Én magam nem vagyok oda annyira a lecsóért, de már próbálkoztam vele. A többieket nem tudom, a nővérem már csinált. Akkor gondolom, van egy fő szakács azért közöttetek, fiatalok között? Persze, igen. A nővérem, Varga Zsófi Réka. Szoros küzdelem alakult ki, nem volt könnyű dolga a Tóth Zoltán, civil tanácsnok, önkormányzati képviselő, Bank István és Klotz István alkotta zsűrinek. Az ízvilág mellett fontos szerepet kapott a tálalás is, mely sok esetben feljebb tolta a pontokat. A karate suli végzett a dobogó harmadik fokán, második lett a Benei Kont által vezetett technikusi csapat, a legnagyobb kupát pedig a Dombovári Alapfokú Művészeti Iskola Paprikató Hagymarkató elnevezésű csapata nyerte el. Külön díjjal jutalmazták az Egyesített Humán Szolgáltató Központ Megeszi nevű csapata húsgombóccal készült lecsóját és a Dombovári Vállalkozói Egyesület és a Dombovári Gazdakör közös csapatának tojással készült lecsóját.